Fogadalmat. Ne feledkezzünk el róla, hogy 10 milliárd forint összegű induló tőkét ír elő legalacsonyabb határként a szitek megalakulásához. Hát ez nyilvánvaló, hogy nem a magyar kis- és középvállalkozások üzemére. Tehát 10 milliárd forintos problémák nem a magyar kis- és középvállalkozókat fogják gyötörni. Ebből adódik a következtetés, ki fognak idejönni, ki képesek meglépni ezt a 10 milliárd forintos álomhatárt. Hát kérem, azok a nemzetközi befektetői csoportok, akik a magyar ingatlanpiac különböző fejlesztéseiben fantáziát látnak, és ez a fantázia, ez gyakorlatilag hozzásegíti őket ahhoz, hogy az adórendszer ilyen módon történő alakítása, a törvényi környezet szabályozásának ilyen módon történő változása, hozzásegíti őket ahhoz, hogy a magyar kis- és középvállalkozói szektorral szemben egy jelentős versenyelőnyhöz jussanak, hiszen az adóterheik lényegesen alacsonyabbak. Hát gondoljunk csak bele, társasági nyereségadót ebből a jövedelemből nekik nem kell fizetni. Hát ha valaki elvárja a Jobbik frakciótól, hogy egy ilyen javaslatnak mi tapsoljunk és örüljünk neki, én elhiszem, hogy létrejön a nagy koalíció, a szemmel látható, hogy a Fidesz és az MSZP egyetért egymással. De tőlünk azt ne várják el. Minket azért küldtek ide, hogy a magyar embereket képviseljük, a magyar emberek érdekeiért, ha kell, akkor a kormánnyal szemben is síkra szálljunk. Másik nagyon fontos kérdés, amikor itt arról beszélünk, hogy 10 milliárd forintos induló tőkét ír elő a jogalkotó. Gondoljunk csak bele, mit is jelent ez? Egy új lakóparki lakásnál a jelzáloggal terhelt hányadnál ezres nagyságrendű lakást kell birtokolnia jelzáloglevelek formájában részben ezeknek a társaságoknak. Tehát nem egyébről lesz itt szó, én attól tartok, tisztelt képviselőtársaim, mint hogy a kormány olyan módon szeretné a piaci likviditást megteremteni az ingatlanpiacon, amely egyébként kétségtelenül pank, hiszen a kormány nem rendelkezik otthonteremtési koncepcióval, mindig csak ígérgeti, hogy mikor indítja majd be. Tehát egy olyan módon próbálja megteremteni az ingatlanpiaci likviditást, hogy amikor a jelenleg jelzáloggal terhelt devizahiteles lakások piacra kerülnek, akkor ezek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok lesznek azok, akik jelentős adókedvezmények birtokában képesek lesznek ezeket a jelzáloggal terhelt lakásokat felvásárolni, és azokat a magyar embereket, akik ezekben vannak elhelyezve, földönfutóvá tenni. A kormány egyébként meglehetősen jól összehangoltan dolgozik ebben az esetben, ami egyébként a legritkább esetben sem jellemző a tevékenységére, hiszen a piaci folyamatok függvényében a devizahiteles lakások értékesítésére egy kvótarendszer dolgoz ki. Magyarul figyelik a piacot, amikor megjelennek ezek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, és megteszik a maguk vételi ajánlatát, akkor annak függvényében fogja az értékesíteni kívánt kvótát meghatározni, annyival több lesz éppen akkor a kilakoltatások száma, mennyivel többet szeretnének a szitek vásárolni a magyar ingatlanpiacból. Ez tehát nem egyéb, mint ennek a törekvésnek a törvényi erővel történő kiszolgálása. Tovább is mennék, képviselő társaim, az interneten meglehetősen bőséges anyagot találunk arról, hogy ezek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságok, REIT, rövid néven az angol terminológia alapján a rövidítésekből eredő neve, hogyan működnek külföldön. Hát számos olyan korlátozás van, például az Egyesült Államokban, hogy legalább 100 tulajdonosának kell egy szabályozott ingatlanbefektetési társaságnak lennie, azért, hogy az úgynevezett közkész hányadot a jogalkotó biztosítsa. Mi is a közkész hányad Magyarországon? Hát azok az 5%-nál kisebb részesedés birtokló cégeknek az összessége, amelyek meg kell, hogy elégedjenek itt a törvényi javaslat előterjesztése szerint 25%-kal. Magyarul elegendő, hogyha ennek a cégnek 25%-a van közkész hányadban kisbefektetők kezén, 75%-át nagybefektetők birtokolhatják. Tehát nem egyébről van itt szó, képviselőtársaim, mint hogy szándékosan olyan módon állapítja meg a cég üzemméretét, minimális üzemméretét a kormányzat, amely kifejezetten a külföldi tőkekörök megszólítására alkalmas, és gyakorlatilag ezeket a magyar devizahitelesek feláldozásával, extra adókedvezményekkel becsalogatja a magyar ingatlanpiacra, és ilyen módon kiszolgáltatja nekik Magyarországot. Meg kell, hogy különböztessük a rejteknek, vagy sziteknek, hogyha a magyar terminológiát használjuk, két fajtáját.
A szerte a világon ezek egyébként az árutőzsdeihez hasonló formában működnek ezek a cégek. Az egyik fele az úgynevezett részvényrejtek vagy részvényszitek, ezek elsősorban bérleti díjakból realizálják a jövedelmet. Ez jellemzően egyébként Magyarország esetén jelenthetne akár olyasmit is, hogy mondjuk bérlakás programot indítanak el, és szintisztán piaci alapon működtetik a saját konstrukciójukat. Én attól tartok, hogy tekintettel arra, hogy Magyarország építőanyag gyártását sikerült privatizálni, az építőanyag árak égbe szöktek, itt a lakásépítési kedv, elnézést a kifejezésére, a béka feneke alatt van. Jelenleg a 2004-2005-ös új lakás építési teljesítménynek a mostani kormányzat alatt az egy negyedét produkálja az állam. Tehát én attól tartok, hogy nem ez lesz a jellemző. Szerte a világban ezeknek a SZIT társaságoknak körülbelül 10%-át az úgynevezett jelzálók SZIT-ek teszik ki, tehát azok a cégek, akik kifejezetten arra specializálódnak, hogy jelzálók követeléseket vásárolnak föl a bankoktól, hitelintézetektől, majd pedig ezeket birtokolva képesek arra, hogy valóban alacsony volatilitás mellett a jövedelmezőségüket magasan tartva működjenek. Itt tehát nem egyébről lesz szó, mint hogy ezek a cégek Magyarországra jönnek, az itteni kisebb társaságok össze fogják szervezni csomagba a devizahiteles lakásokat különböző jellemzők alapján, és ezeket aztán ezeknek a cégeknek fogják értékesíteni. És miért is beszélünk arról, hogy össze fogják szervezni? Igen. Azért, képviselőtársaim, azért beszélünk ezekről a csomagokról, mert külföldön, a nyugat-európai országokban, Ausztráliában is hasonló módon működnek ezek a cégek. Specializálódnak az ingatlanpiac egy-egy szegmensére, az irodapiacra, a lakáspiacra, az ipari parkokra, és ennek megfelelő befektetéseket eszközölnek. Magyarországon teljesen nyilvánvaló, hogy miben van jelenleg a legnagyobb befektetési potenciál. Az ipari termelés az áll, rengeteg ipari ingatlan jelenleg kiadatlan, hasonló helyzetet tapasztalunk az A, B, C kategóriájú irodaházaknál egyaránt, ezen a területen sincs pezsgés, és akkor még nagyon finom voltam. A gazdasági teljesítmény visszaesése teljesen nyilvánvaló, hogy ezekre a közületi célú ingatlanokra rányomja a bélyegét, és ilyen módon az árak, a fejlesztési kapacitások is szűkülőben vannak. Hát az egyetlen lehetőség ezeknek a cégeknek a térnyerésre és a nyereséges működésre az, hogyha a devizahiteles problémák miatt bajba került lakosság ingatlanjaira ráteszik a kezüket. Mi ezt szeretnénk megakadályozni, ezért küzdünk. Akkor, amikor fölvetődik az, hogy miért van szükség és milyen módon határozza meg a törvény azt a jövedelmet, amit menet közben egy ingatlanhasznosítási projekt során kivehetnek a részvénytulajdonosok ezekből a társaságokból, akkor egy dilemmával találjuk magunkat szembe, amelyre három alternatívát kínált az előttünk álló előterjesztés. A dilemma az, hogy az ingatlanok vagy ingatlan portfóliók könyv szerinti értéke rendszerint az avultatás gyorsasága miatt természetes módon alacsonyabb a valós piaci értéknél, ezért aztán az ingatlan értékének rendszeres meghatározása a részvény hozamok kivétele szempontjából kulcsfontosságú. Erre kínálja azt a jogalkotó, hogy piaci összehasonlításon alapuló módszerrel, magyarul megnézik, hogy körülbelül mennyibe kerül ez az ingatlan a piacon, hozamszámításon alapuló módszerrel, amikor egy várt hozamot kalkulálnak, és ennek megfelelően számítják ki azt, hogy körülbelül mekkora az a kifizethető összeg, amire a részvényesek igényt tarthatnak, illetve újraelőállítási költségen alapuló módszerrel, amelyek egyes építményfajták esetén jöhetnek csak szóba. Akkor, amikor ennek a konstrukciónak a jelenleg még kidolgozatlan és gyenge voltát kritizáljuk, akkor elsősorban arra gondolunk, hogy nem készültek el azok a számviteli szabályok, amelyek a befektetők számára megmutatják azt, hogy mire számíthatnak akkor, amikor hasonló befektetéseket eszközölnek, hiszen nincs avultatási táblázat, nem tudjuk egyelőre azt, hogy mekkora az az összeg, amit a befektetők kivehetnek a projektből, ugyanis el szeretnénk azt az esetet is kerülni, hogy ide jönnek a cégek, nehogy Isten kicsalják a magyar kisbefektetők pénzét,
majd azok a nagyobb befektetők, akik gyakorlatilag projektmenedzserként részt vesznek ezeknek a projekteknek a megfinanszírozásában, előbb lényegesen nagyobb összeget vesznek ki, mint amennyi hozamot ezek az ingatlanok ténylegesen termeltek. Éppen azért nem is lehet ennek a javaslatnak a szakmai színvonalát addig megítélni, amíg ezek az adózási részletszabályok nem kerülnek kidolgozásra, addig én az önök helyében be sem nyújtottam volna, jelenleg pedig tekintettel arra, hogy a javaslat tisztességtelen célokat szolgál, felszólítom a kormányt, hogy ezt a javaslatot vonja vissza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Sejlin Gábor képviselő úr következik az LMP képviselő csoportjából. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt ház. Július 14-én nyújtotta be a parlamentnek Rogán Antal képviselőtársunk a szabályozott ingatlanpiaci társaságokról szóló törvényjavaslatot, de mint megszokhattuk, nem szabályozott társaságokról, hanem totális deregulációról van szó, ami mágnesként fogja vonzani az ingatlan spekulánsokat. Mivel a javaslatnak semmi köze nincsen a szabályozáshoz, csak a szabályok durva eltörléséhez és a spekulatív tőke kiszolgálásához, ezért innentől kezdve ingatlan spekulációs alapoknak fogom nevezni őket. Ezzel is jelezni kívánom, hogy a Rogán Antal mögé bújó kormánytöbbség megint lepipálja a legdurvább liberális közgazdászokat a szabályozatlan ingatlan piacra épülő lufi fújás lehetőségének megteremtésével. Rogán Antal képviselőtársunk különös érdeklődése az ingatlanok és ingatlanpiac állapota iránt közismert. A műemlék Bécsi utca nem tartozik a szerinte védendő és megőrzésre érdemes kulturális örökség kategóriájába, a Rogán féle Zeppelin ezeknél nagyobb értékteremtő jelleggel bír. De visszatérve a törvényjavaslatra, azt tehát az ingatlan spekulációs alapok létrehozását tenni lehetővé. Milyen jellemzői is vannak ezeknek a társaságoknak? A mérleg főösszeg legalább 70%-a ingatlan kell legyen, ingatlan vásárlással és fejlesztéssel foglalkoznának. Tevékenységüket tekintve nem különböznek tehát a jelenleg is működő ingatlan piaci befektetési alapoktól. Azonban nagyban különböznek az ingatlan alapoktól abban, hogy számtalan sokoldalú mentességet és kedvezményeket kapnak. Teljes társasági adómentességet és helyi adómentességet élveznek, valamint kedvezményt kapnak az illeték fizetés alól. Az alap után megszerzett ingatlanok után 25%-os csökkentett mértékű illetéket kell csak fizetni. Az ilyen társaságokból származó jövedelem kizárólag a részvényeseknél adózna árfolyam nyereség formájában, amit a Fidesz csökkentett egyébként jegyzem meg 4%-kal alig egy éve. A javaslat nem csak az adófizetés terén jelent könnyítést, hanem az adminisztratív terhekben is. A jelenleg működő ingatlanpiaci alapokkal szemben a spekulatív alapoknak nem szükséges PSF engedélyezési eljáráson keresztül mennie, sőt, még cégbíróságon sem lesz kötelező bejelenteni. Egyedül a NAV-nál kell bejelenteni, és ezek a papírok ezután PSF ellenőrzés és cégbírósági bejegyzés nélkül a tőzsdén fognak forogni. Nézzük akkor ezután a problémákat részletesen. Kezdjük a legáltalánosabb modellszintű kérdésekkel, melyek alapvető különbségekre hívják fel a figyelmet a kormánytöbbség és az LMP fejlődésről vallott nézeteiben. A törvény deklarált célja, hogy Magyarország a közép-kelet-európai régió pénzügyi szolgáltató központjává váljon, hogy a konstrukció a kis és intézményi nagybefektetők pénzét összegyűjtse, és elsősorban, de nem kizárólag magyarországi ingatlanokba fektessen. Várt előnye, hogy megpezsdíti majd az ingatlan piacot, mivel a közkész hányadon lévő részvények tulajdonosai viszonylag magas osztalékot kapnak a nyugat-európai holdingok mintájához hasonlóan. Magyarán a Fidesz ingatlan spekulásokat akar hazánkba csalogatni, akik a legbrutálisabb adóparadicsomokat is megszégyenítő szabályozatlan környezetben operálhatnak majd. Az ingatlan spekulációs alappal a Fidesz azt a forró tőkét akarja újra Magyarországra csábítani, mely egyszer már elhagyott bennünket a válság során. A modell ugyanaz a buborék gazdasági modell, mely a gazdasági világválsággal kipukkadt. A spekulatív ingatlan befektetők forró, könnyen mozgó pénzükkel hosszú távon fel fogják hajtani az ingatlan piaci árakat. A buborék gazdaság természete az, hogy nem valós, hanem álértékeket teremt, úgy generálja a számlákon a profitot, hogy ahhoz valós gazdasági tevékenység alig ha kapcsolódik. Erre bazíroznák hazánk gazdasági fejlődését azok a kormánypárti képviselők,
akik igen fognak majd mondani erre a törvénytervezetre. A hatás borítékolható, ahogy ismert azoknak az országoknak a sorsa is, melyek a buborék gazdasághoz kötötték a fejlődésüket az elmúlt évtizedekben. A gazdasági válság mögött pontosan az ilyen szabályozatlan alapok álltak, akik túlzott kockázatvállalással túlfűtötték a buborék gazdaságot, melyek a balti országok látványos és fájdalmas összeomlásához is vezettek többek között. A balti államok mintájára a javaslat fokozná a pénzügyi globalizációnak való kitettségünket, a gazdasági növekedést jelentős részben a beáramló külföldi forró pénzekre építeni. E modell következményeként az elmúlt 10 évben a pénzügyi szektor profitja egyre nagyobb részét tette ki a megtermelt jövedelmeknek. Számítások szerint a pénzügyi szféra jövedelmezésége Magyarországon az elmúlt 5 év mindegyikében megközelítette, majd meghaladta az EU átlagának kétszeresét. A balti országok, melyek fejlődési modelljét a kormány egy az egyben lemásolná, a gazdasági növekedés jelentős mértékben a spekulatív pénzvállalmásokra és a hitelből finanszírozott fogyasztásra építették. Eddig nálunk különböző tényezők miatt mindez nem eredményezett ingatlan piaci buborékot, Észtországban és Litvániában viszont annál inkább. Az előterjesztői expozében Manninger Jenő által bezegországként hivatkozott Litvániában 2001 és 2007 között több mint 200%-kal nőttek az ingatlan árak. A balti államokba báramló forró pénzek spekulatív ingatlanpiaci befektetésekben landoltak, ami jelentős mértékben felhajtotta az ingatlan árakat. Egy ilyen ingatlan piaci lufi kipukkanása indította el magát a gazdasági világválságot is Amerikából, és ennek a buborék gazdaságnak a bedőlése vezetett a balti államok drasztikus hanyatlásához is az elmúlt években. Ezt a bukott liberális fejlődési modellt majmolja a Fidesz immár az ingatlan piacon is. A kormánytól már megszokott, hogy a tőkét anyagilag kedvezményezi, a munkavállalókat pedig sanyargatja. A törvényjavaslat újabb durva eltolódást jelent a munka és a tőke adóztatása terén a munka rovására és a tőke kedvezményezése felé. Az Orbán kormány ígéretével ellentétben egy fikarcnyival sem csökkentette a munkáltatók által fizetett, az élő munkát terhelő elvonásokat, sőt, a bérkommandó fenyegetésével saját elhibázott adópolitikájának nyilvánvaló kárait is a munkáltatókkal tervezi megfizetni. A KKV-k nyakukba kapják a minimálbéresek után fizetendő adót, a kötelező kamarai tagságot, a megemelt járulékokat, és hozzá egy nagy adag kommunikációs szószt is, míg az óriás befektetők kemény valutában kapják sok 10 milliárdos adókedvezményeiket. Jelen törvényjavaslat további horribilis, példanélküli adókedvezményeket ad a most bevezetendő osztalék részvények tulajdonosainak, anélkül, hogy bármilyen hatástanulmányra vagy vizsgálatra hivatkozna, hogy ez miért lesz kifizetődő nemzetgazdasági szinten. De elemezzük tovább. A törvénytervezet következő hatalmas nagy problémája, hogy durván egyenlőtlen versenyfeltételeket terem. A jelenleg működő ingatlanpiaci alapokkal szemben a spekulatív alapoknak nem szükséges PSA engedélyezési eljáráson keresztül menniük, sőt, még a cégbíróságon sem lesz kötelező bejelentkezniük. Magyarán cégbírósági bejegyzés nélküli átláthatatlan társaságok fognak a tőzsdén ingatlanokkal spekulálni. A törvényt olvasja, joggal merül fel a kérdés. Ha a cél az ingatlanpiac prosperitásának elősegítése, de a jelenlegi ingatlanpiacokat nem akarjuk ellehetetleníteni, akkor miért nem lehetett a jelenleg működő ingatlan alapokat ezekkel a kedvezményekkel felruházni? Az új, szabályozatlan ingatlan befektetési társaságok létrehozása egyenlőtlen versenyfeltételeket fog támasztani az ingatlanpiaci befektetések piacán, ezáltal a meglévő ingatlanpiaci alapokból pénzkivonásokhoz, így likviditási zavarokhoz, akár tömeges kényszeri értékesítésekhez is vezethet. Ráadásul a meglévő ingatlan alapok és a most létrehozandó szabályozatlan alapok hatalmas különbsége az adó és adminisztratív terhek terén valószínűleg sérti az európai versenyjogi normákat is. Mint említettem, a törvény egyik legnagyobb problémája, hogy gyakorlatilag egy ingatlan piaci sokkterápiához vezet. A törvényjavaslat lényegében jobb elbánást garantál, és így konkurenciát hoz létre a meglévő ingatlan piaci alapoknak, amelyekben jelenleg rengeteg megtakarítás van, szakmai, pénzügyi és kisbefektetői kézen. Várhatóan elkezdik innen kivenni a megtakarításaikat azok a befektetők, ami likviditási problémákhoz és kényszerintézkedésekhez, ingatlan piaci ár összeomlásokhoz is vezethet, számos ingatlan alap bukását és így befektetés bukását is eredményezheti, mint ahogy az a gazdasági válság idején is történt.
Az ingatlan alapok esélyes válsága pedig egyértelműen a kisbefektetőket sújtaná leginkább. A klasszikus, szabályozott ingatlanpiaci alapokból a pénz és az eszközök az újonnan létrehozott társaságokhoz vándorolnának, melyek messze nincsenek olyan szigorúan és pontosan szabályozva, mint a tőkepiaci törvényben található ingatlan befektetési alapok, és ráadásul adómentesek is lesznek. Összegezve tehát, a törvény rövidtávú hatása jó eséllyel durván negatív pénzügyi értelemben is, a klasszikus ingatlanalapok helyzetének durva és gyors romlásához vezethet, az ingatlanpiaci kínálat megugrását eredményezheti, és így rövid távon ingatlanpiaci válsághoz vezethet, aminek a legfőbb vesztesei a középosztálybeli kisbefektetők lehetnek. Az előterjesztő összességében tehát nem tesz mást, mint egy rövid távú csődhullámmal egy ingatlanpiaci sokkterápia keretében megágyaz a szabályozatlan és spekulatív célú ingatlan befektetőknek, akik hosszú távon ingatlanpiaci buborékot fognak létrehozni. Ezzel hosszú távon kiszolgáltatják az országot a spekulatív tőkemozgásoknak. Tisztelt képviselőtársaim! Rogán Antal képviselőtársamnak kiemelt a felelőssége mindabban, amit létrehoz. De kérem, gondolják meg önök, hogy önök számára hol a határ. Az, hogy Veres János képviselőtársam nem sokat értett meg a pénzügyi buborék gazdaság és a liberális kapitalizmus válságából, mert valami őszintén nem lett meg. Viszont bízom benne, hogy a többi képviselő érti a kor szavát, és nem támogatja ezt a bukott modellre építő törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallottam. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Nagy István képviselő úr következik rendes felszólalásra a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház. Mikor hallgattam a vitát, gyorsan elővettem még egyszer a törvényjavaslatot, és megnéztem, hogy ugyanazt olvastam-e otthon, mint amiről most itt két ellenzéki képviselőtől is hallottam, mert amikor én ezt először olvastam, azt gondoltam, hogy na végre egy gazdaságélénkítő lépés, ebből biztos, hogy nem lesz nagy vita a parlamentben, hiszen végre egy olyan újítás és egy olyan gazdaságélénkítő lépés következik, amellyel mindjárt egyet tudunk érteni. Ráadásul ugye az Európai Unióban eddig már 10 ország be is vezette, és használják a maguk nyereségére. Aztán elhatároztam, hogy muszáj leszögezni, hogy gyakorlatilag ez a törvényjavaslat nem szól másról, mint arról, hogy megalkotja a szabályozott ingatlan befektetési társaságokra vonatkozó szabályokat. Erről a szabályozott ingatlan befektetési társaságokra vonatkozó szabályokról szól. De nézzük meg igazából, hogy ezeknek a sziteknek a létrehozásának milyen három gazdaságpolitikai stratégiai célja van. Először is az, hogy kedvező adózási és befektetőbarát szabályozói környezetet teremtve friss és elsősorban hazai és külföldi intézményi befektetőtől származó tőkét hozzon be a magyar ingatlanpiacra, ami az egész ingatlan szektor számára komoly reálgazdasági előnyökkel járhat az ingatlanfejlesztési aktivitás várható növekedése miatt. A szitekkel versenyző Magyarországon bejegyzett ingatlanalapokhoz képest egy szélesebb befektetői kört szólíthatunk meg, ami elsősorban a SZIT struktúrák marketing értékének köszönhető. A SZIT-ekben a nemzetközi szinten felhalmozott tőke ugyanis nem csak specialista befektetőket vonz az ilyen termékekhez, hanem a legnagyobb generalista részvény, illetve kötvény befektetők előtt is megnyitja a hazai ingatlan piacot. A továbbra is virágzó nyugat-európai holding központok számos olyan adminisztratív védekezési lehetőséget nyújtanak a befektetők számára, melyek az adózási előnyöktől függetlenül is a befektetői bizalom növelését szolgálják. A jelen törvényalkotás olyan megoldási lehetőségeket tartalmaz, melyek a hazai környezethez igazítva valósítják meg ezen elvárások érvényesítését. A módosítás előirányozza, hogy svájci, luxemburgi mintára a társaság ügyeit ellátó ügyvéd, könyvvizsgáló, jogtanácsos, közjelző is elláthassa akár a részvénykönyv vezetés feladatát. Másodszor, közismert tény, hogy a SZIT-tel versenyző magyarországi bejegyzési ingatlan alapkezelők mind a kereskedelmi ingatlan és lakóingatlan fejlesztők piaci szegmensében több mint 90% a külföldi tulajdonú gazdasági társaságok részaránya. Fontos megemlíteni, hogy a SZIT-ek létrehozásával és tőzsdére vezetésével tudjuk a magyar tulajdonban lévő ingatlan fejlesztő és ingatlan befektető cégeket erősíteni. Harmadszor, a bérlakáspiac élénkítése hozzájárulhat a foglalkoztatottsági szint növeléséhez,
a magyar munkaerő mobilitásának növekedése révén. Ehhez a magántőke eddiginél fokozottabb bevonására van szükség, amit a SZIT első számú finanszírozási csatornát jelenthet. Én azt hiszem, mind akkor, amikor foglalkoztatási szint növeléséről beszélünk, befektetői védelemről beszélünk, akkor ez a törvény egy jól előkészített, és arra a problémára, ami a magyar ingatlanpiacon jelen pillanatban fölmerül, arra a pangásra és arra a megoldásra, ami szükséges a gazdasági élénkülés elindulásához, megoldást kínál. Kérem képviselőtársaimat, támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni? Seirin Gábor képviselő úr kért 2 percre. Lehet, hogy parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót. Nagy István képviselőtársamnak reagálnék röviden. De én is örülnék, hogyha olyan törvényeket hozzának a ház elé, melyek olyan gazdaságélénkítő lépéseket tartalmaznak, amelyeket mi is támogatni tudunk. Ilyen lenne, hogyha érdemben lépéseket tennének a zöld munkahelyteremtésre, hogyha erősítenék a helyi gazdaságot, hogyha célzott munkahelyteremtő programokat indítanának végre leszakadó vidéki térségekben. Ehhez képest ez a törvényjavaslat, szeretném még egyszer elmondani, hogy mit csinál. Annyit csinál, hogy társasági adómentesen létrehoz egy olyan társasági formát, amelyet még a cégbíróságon sem kell bejegyezni. Gyakorlatilag kizárólag az osztalékadó formájában kell majd adót fizetni az így megtermelt jövedelem után, nyereség után. Példátlanul alacsony adókulcsot fog ez jelenteni. Gyakorlatilag egy ingatlan spekulánsi mekkát varázsolnak ezzel Magyarországból. Így próbálják meg Magyarországra csalogatni azokat a forró befektetői pénzeket, amelyek korábban a balti országokba áramlottak, és ott eredményeztek egy durva ingatlan piaci buborékot, de hasonló fejlődési modell volt tapasztalható Spanyolországban is például, vagy Portugáliában, ahol a gazdasági növekedés egyik fő motorja, ez a spekulatív célú befektetések voltak, vagy az ingatlan piaci, és az erre épülő ingatlan piaci lufi. Ez fog Magyarországon is bekövetkezni, hogyha önök minden további nélkül, és minden érdemi szabályozás nélkül igent mondanak a Magyarországra áramló spekulatív tőkére, hogyha igent mondanak arra, hogy Magyarországon lehessen igazából érdemi adózás nélkül spekulálni az ingatlanokkal, akkor Magyarország lehet, hogy rövid távon át fog élni egy ingatlanpiaci boomot, ugyanakkor hosszú távon ez érdemben nem hat a reálgazdaságra, nem teremt munkahelyeket, viszont egy dolgot biztosan eredményez, fokozza Magyarország sérülékenységét és a pénzügyi globalizációnak való kitettségünket. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért abban, hogy már pedig ezt csökkenteni kellene. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Volner János képviselő úr következik a Jobbik képviselőcsoportból 2 percre. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy bőségesen szolgáltunk aggályokkal a törvényjavaslat célját, szabályrendszerét illetően, a kidolgozatlanságra, arra, hogy a számviteli szabályok, amelyek a befektetői környezetet a későbbiekben alapvetően meg fogják határozni, jelenleg is hiányoznak. Tehát ez olyan, mintha egy fél törvényt tett volna rá a jogalkotó, mondvá, hogy majd befejezem, de azért fogadjátok el. Hát egyelőre nem tudjuk megítélni, hogy mi lesz ebből. Tehát én azt gondolom, hogy bőséggel szolgáltunk aggályokkal, de szakmai vita sajnos nem bontakozott ki itt a falak mögött. Attól tartok, ugyanúgy jártunk, mint Nyikos képviselő úr esetén, aki hosszasan firtatta a bizottsági üléseken és itt a parlament plenáris ülésein is, hogy hol vannak azok a képviselők, akik az ászról szóló törvényjavaslatot előkészítették, hiszen ő nagyon szívesen 12 évi ász alelnöki tapasztalatával megvitatta volna a közpénzügyek jelenlegi helyzetét velük, de nem sikerült. Én ugyanígy jártam ezzel, én is foglalkoztam különböző ingatlan fejlesztési társaságokkal, még vállalkozóként jó pár évig együtt dolgoztam velük, én magát a piacot, a működését, a mechanizmusát ismerem. Nagyon szívesen vitatkoztam volna képviselőtársaimmal, de nem sikerült. Nem sikerült föloldani azt az ellentmondást, amit megfogalmaztam. Az, hogy a magyar kis- és középvállalkozók adóterhelésének többszörös a szintje, mint ezeknek a társaságoknak. Önök tehát nem csinálnak egyebet, mint az eddig is meglévő duális jellegét a magyar gazdaságnak a továbbiakban is föl fogják erősíteni, és amikor arra gondolok, hogy rendszeresen interpelláltuk
a nemzetgazdasági miniszter urat azzal kapcsolatban, hogy miért négyszeres nyereséget kell, miért kell a nyereségéből négyszeres közterhet fizetnie a magyar kis- és középvállalkozónak, mint a multinak, aki megúszta ezt az egészet csak a társasági adóval, magyar kis- és középvállalkozó pedig ezen kívül fizet esziát és egészségügyi hozzájárulást is, akkor nem kaptunk erre sem választ, ugyanúgy, mint ahogy a jelen törvényjavaslata sem sikerült senkinek válaszolnia. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vágó Gábor képviselő úr, két szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, egyrésztről csak alá szeretném azt húzni, mint amit Schering Gábor képviselőtársam mondott. Itt egy bukott gazdaságpolitikai modellnek fogunk megágyazni ezzel a törvényjavaslattal, hogyha elfogadja a ház. Másrészt szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy itt a lakáspolitikai vitanapon az LMP bemutatta azt a koncepciót,